2020. december 31-én a fővárosnak a számláján összesen 122 milliárd forint volt. 74,9 milliárd állampapírban, 36,7 készpénzben, és 10,4 milliárd pedig a kincstárban. Tehát Magyarországon van olyan önkormányzat, amelynek a számláján 122 milliárd forint van. Kevés olyan önkormányzat van, aki nem cserélne ezzel az önkormányzattal. Ennél a helyzet még bonyolultabb, és nehéz kérdéseket is fölvet, ugyanis ha megnézzük, hogy 2020-ban az összes állami támogatás, ami Európai Unióból jött, vagy a magyar költségvetésből ment, tehát ami egy politikai döntés alapján került valahova, arról azt tudjuk mondani, hogy az összes forrás 44%-a, vagyis 3000 milliárd forint került Budapestre. Ez a kivéreztetés, kedves barátaim.